Reggel, amikor megjelent a Magyar Nemzetben az a hír, hogy nagy valószínűséggel már ma a tudás birtokában leszünk, hogy mit végzett a Schmidt-Pál doktoriát vizsgáló bizottság, és hát nagy valószínűséggel azt, hogy itten az akkori szabályoknak megfelel. Nos, akkor írta azt blogbejegyzésében Gyurcsány Ferenc, hogy mostantól ciki lesz jobboldalinak lenni. Hát most már a bizottság jelentését is ismerjük, hogy annak háromoldalas kivonatát. Gyurcsány Ferenc a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Akkor mostantól ciki? Hát, ha innen, akkor igen, azt gondolom. Nézze, politikában, sokszor elmondtam magának és nézőknek is, lehet politikai vereséget szenvedni. Minden politikus szenved politikai vereséget, ki kisebbet, ki nagyobbat, ki végérvényeset. Ez benne van a pakliban. A morális vereség, vagy a súlyos morális sérülés az, ami ölni tud, pusztítani tud. Ez az ügy az elsősorban morális kérdés innentől kezdve, hogy az elnök érti-e, hogy a helyzet tarthatatlan. Hallgattam itt a elődöknek, az előttem szereplőknek a szövegeit. Nézze, én szerintem ez most már, hogy mondjam, ha az elnök nem tér jobb belátásra, akkor ez nem a politikusoknak a dolga elsősorban. Ez inkább annak lesz a mércéje, hogy milyen az országnak a morális törőképessége, hogy mit enged meg a politikusoknak, mit nem, bármilyen furcsa. Látom, hogy húzza a száját. Ezt gondolom, mert nézze, ezt a nyomást az elnökön fenntartani alapvetően csak az ország polgárai tudják. A kétharmaddal élő, visszaélő, kevékedő Fidesz, aki szerint akkor ma lezárult ez a történet, nyilván a füle bottyát sem fogja mozdítani semmilyen kritikára. Az ország ezt elnézi, engedi, hallom, hogy elmentek az LMP-sek flashmobjára pár százan délután, jövő kedden mi hívjuk az embereket a Sándor palota elé, sok megmozdulás lesz még. Meddig tart az országnak az ereje, hogy ezt ne engedje? Azért húztam a számot, amikor azt mondta, hogy azon fog múlni, hogy hol van az országnak a morális tűrőképessége, hogy mennyit enged meg, mert azt látom, hogy nagyon sokat megenged az ország morális tűrőképessége. Ha most ilyen értelmiségi beszélgetést folytatnánk ketten, akkor könnyű helyzetem lenne, mert nem, erről, erről, ugye, erről elkezdenénk akkor hosszasan beszélgetni. Ráadásul Radnóti Sándorral majd kiválót tud erről is beszélgetni. De hát ugye engem politikusként hívott ide. Politikus meg nem minősíti a választóit. Inkább dicséri még akkor is, hogyha belül vannak aggodalmai. Kétségtelen, hogy az ország sok tekintetben fáradt, fásult, elege van a világból, a rossz fizetésből, a magas benzinárból, meg beülünk politikusokból. És bár azt gyanítom, azt érzékelem, hogy itt nagyon-nagyon sokan azt fogják mondani, hogy ez egy nagyon csúnya ügy, és hogy nekem személyesen esik rosszul, mondják a választók, viszketek tőle. De azt már nem tudom, hogy ebből majd fakad-e bármilyen fajta látható politikai nyomásgyakorlásra is alkalmas cselekvés, véleménykifejezés. Ha pedig hát magunkat nézem, ellenzéki pártokat, akkor muszáj azt mondani, a nézők ezt tudják, hát tőlünk nem fog megrettenni az elnök meg a Fidesz. Minden szabályt átléptek eddig is, miért tennék meg most is? Szóval nem filozofálni akarok önnel, meg nem is a társadalmat minősítetni önnel. Azért gondolom, hogy ez a kérdés viszont ön számára, jelenlegi ellenzéki politikus számára egyáltalán nem lényegtelen, mert hogy az elmúlt hónapokban, vagy az elmúlt másfél évben az ellenzéki pártok oly sokszor próbálták meg szólítani a választókat egy-egy sérelem, demokrácia, fékek, ellensúlyok, veszélyen láttán, és nem mindig jártak sikerrel. Tehát ez az ügy is egy próbája lesz annak, hogy az ellenzéki pártoknak mekkora erejük van, mennyire tudják eljutatni azt az üzenetet az emberek felé, hogy kedves választók, kedves magyar állampolgárok, most nem arról van szó, hogy mennyi lesz a fizetésetek, nem arról lesz szó, hogy hány évig jár a gyereketek iskolába, nem a saját életetekről van szó, hanem egy morális kérdésről. Egy olyan kérdésről, mint amikor az alaptörvény veszélyeire, készülő alaptörvény veszélyeire hívtuk fel a figyelmet. Lehet-e ez hívó szó? Van-e az ellenzéki erőknek akkora erejük, hogy ezeket az üzeneteket is el tudják juttatni? Ezért fontos ez az ügy az ön számára. Én pár hónapja arra a meggyőződésre jutottam, hogy Magyarországon már nem szokványos politikai küzdelem zajlik, hanem felépült két egymással versengő, egymás sok tekintetben kizáró kultúra, gondolkodás, a maga
fogalmaival, történeteivel, úgy tetszik, létezik a köztársaságpárti Magyarország, a rendszerváltozás Magyarországa, maga erkölcseivel, sok mindennel, és a Fidesz megcsinált egy ellen Magyarországot. Azaz, ha itt kultúrák vetélkedése van, akkor valóban nem az határozza meg a választók sokaságának a pártpreferenciáját, hogy 5%-kal csökkente a reálbérem vagy sem, hanem hogy én melyik kultúrát, világmagyarázatot tartom magamhoz közelebbinek és az adott szempontból fontosabbnak. Ez a Magyarország ellen Magyarország története volt a kerete az én országértékelő beszédemnek. Na ennek fontos részei vannak, mint az erkölcs. A Fidesz ezen a ponton valóban nyit egy hihetetlenül sebezhető felületet. A Fidesz végig azzal kampányolt velünk szemben, kézzelfoghat ügyeken túl, hogy morális, politikai válságba sodorták a liberálisok és szocialisták és Gyurcsány az országot, és a morális megújhodás igényével léptek fel. Ezt sokan látják már, hogy azért ez üres szöveg volt. A Schmidt példa az nagyon leleplező, az egyszerűen érthető. Bár nem ez a mai témánk, úgyhogy csak nagyon zárójelben jegyzem meg. Akkor, amikor én azt mondom, hogy egyébként pedig az egyházak privilégiumait el kell venni, az ugyanennek a felismerésnek a része, hogy itt az a világ, amit mi képzelünk, egy ilyen köztársaságpárti világ, abból nem lehet kiemelni mondjuk az egyházak intézményét külön jogokkal, azaz azzal egyetértek, hogy ez egy kulturális küzdelem a szónak, nem a köznapi értelmében, nem a Mainkampf értelemben, vagy Kulturkampf értelemben akartam mondani, Kulturkampf értelemben. És ebből a szempontból lehet ez a történet rossz esetben a Fidesz számára egész kormányzási ciklusának fordulópontja. Az, hogy az egyházak nem kaphatnak egy társadalomban előjogokat, de nem másért, mint a társadalmi szerepük és feladatuk miatt. De itt ugye az ön, ráadásul a mai sajtótájékoztatójának nem ez volt, ha én jól értelmeztem a szavait, az igazi témája és értelme, hogy az egyházak semmilyen előjogot ne kapjanak, hanem hogy ne legyen különbség egyház és egyház között, vagy legalábbis ne a politika tegye a különbséget, nem? Ugye én azt mondom, de szerintem minden tisztességes demokrata azt mondja, hogy a hit szabadsága az egy nem csak hogy elvitathatatlan, hanem egy védendő szabadság. Az Istenben hívő emberek a maguk közösségeit, egyházait szabadon szervezhessék. Ebben, amit ez a kormány csinál, az alávaló dolog, válogat a hívő emberek között, nem csak a hívő és nem hívő között is. Mi azt gondoljuk, hogy ebben eredendően egyenlőnek kell lennünk. Másoldalról meg azt mondjuk, hogy ez az ország ez évek óta küzd önmagával. Igazi dráma zajlik itt, őszintén szólva. Azt gondoljuk, hogy egy ilyen szituációban az egyházaknak érdemes magukban nézni, és azt mondani, jár-e nekem kiváltság? Nem akarok most belemenni, mert nem ez a nap témája. Én azt gondolom, hogy akkor lesz szabad egyház a szabad államban, ahogy Treforték mondták, Ötvösék mondták, hogyha semmilyen fajta kiváltságot nem élvez, nem kiváltságival emelkedik mi fölénk az egyház, hanem alázatával és emberiességével. Ebben van mit tenni, ez tabu volt 20 éven keresztül, ezt ön is úgy jól tudja, mint mi is kerültük ezt a kérdést, bal liberálisok sem akartak hozzányúlni, de azt gondolom, hogy eljött az idő, hogy hát akkor beszéljük erről is egy picit. És akkor beszéljünk még a mai bizottsági jelentésről is. A minisztériumnak küldték el a jelentést. Holott azt gondoltuk, hogy a jelentés, ha napvilágra kerül, akkor gyakorlatilag aznap az egyetem meg fog szólalni, hogy akkor a jelentés birtokában, amit már nyilván ők egy kicsit korábban láthattak, vagy gondolom, hogy korábban láthattak, akkor így vagy úgy döntöttünk. De még nem döntött senki. Ön szerint ez az ügy most tényleg le van zárva, vagy pedig még egyáltalán nem múlt el, vagy nem tűnt el annak lehetősége, hogy vagy az egyetem, vagy a minisztérium azt mondja, hogy kérem szépen, hát itt fekete-fehéren leírják a plagizálást. Nézze, aki egy picikét ismeri a mostani kormányzóknak a személyes és politikai természetét, az nyilván azt feltételezi, én is ezek közé tartozom, hogy a vizsgáló bizottság, amelynek, ha jól látom, akkor az elnöke maga a dékán volt, és a legmagasabb rangú politikai körök, a miniszterelnökig bezárólag valamilyen közvetett vagy közvetlen konzultáció az elmúlt időszakban forgatókönyvszerűen volt. Időt akart nyerni a kormányzó párt, ebben hajlandó volt közreműködni az egyetem és a vizsgálóbizottság, ráadásul a végén a vizsgálóbizottság valóban egy egyébként védhetetlen, de menekülő utat az elnöknek mégiscsak
engedő jelentést tett az asztalon. Feltételezhetjük-e, hogy egy ilyen szituációban az egyetemnek egyébként van-e mondjuk a szenátusnak mozgásszabadsága? Én azt gondolom, hogy egyesség minden valószínűség szerint a miniszterelnök és környezete és az egyetem vezetése között van. Hogy minden bizony egy szóbeli egyesség, egy együttműködésre vonatkozó egyesség. Hogy ez az egyesség kiterjeszthető a szenátusra, kiterjeszthető a professzorok sorára, és engedelmes lesz-e az egyetem szenátusa azért, mert a háttérben valakik megállapodtak, ezt nem tudom, de azt tudom nekik mondani, halkan és picikét pirulva is, az ő szégyenük lesz, hogyha elfogadják a bizottságnak azt a sugallatát, hogy hazugság és lopás ellenére szerintük ez a dolog egyébként rendben van. És mert nem tudott róla az érintett. Igen, Molnár Csaba mondta ezt ma a Demokratikus Koalíció sajtótájékoztatóján. Frivol a hasonlat, de teljesen világos. Ha valakit a Tesco-ban lopáson érnek, nem védekezhet azzal, hogy nem volt kiírva, hogy nem szabad lopni. Hogy amikor ő belépett a Tesco-ba, akkor ott a biztonsági őr neki erről tájékoztatót nem adott át. Ez olyan képtelenség, őszintén szólva. Ha ez elég egy szenátusnak, azt hiszem, hogy ez az ő szégyenük lesz. Hát az előbb idézett Molnár Csaba más is mondott ma, például az, hogy Gulyás Gergely valószínűleg hazudik. És ez már egy másik téma, de hát ez is az elmúlt napoknak egy fontos témája volt, hogy hogyan alakul az országgyűlés házszabálya, az országgyűlés törvénye. Na ennek alapján nagy valószínűséggel önök nem fognak tudni frakciót alakítani. Akkor mi lesz önökkel? Hát akkor úgy fogunk működni, mint eddig. De amúgy fél évben is működtünk, nyilván rosszabb feltételek között, mint akinek van frakciója. Ebben nem, és őszinte leszek, nem a pénz a legfontosabb. Az sem elhanyagolható, az évi párszor 10 millió, 50-60 millió fontos különbség, hogy van-e frakció, vagy nincs egy ekkora képviselőcsoportnál. Hát az, hogy bizonyos parlamenti műfajok nincsenek, napirendelőt nem szólalhatsz meg. Hogy interpellálni lényegében nem tudsz interpellálni. Hogy a törvények vitájának elején, az általános vitában nincsen vezérszónokod. Ezek fontos dolgok. Hát te mit gondolsz, mit képviselsz? Igaza van Molnár Csabának, amikor Gulyás képviselő urat azzal vádolja, gyanúsítja, hogy hazudik, hiszen egyszerű a történet. Azt állítja Gulyás, hogy a mai házszabály szerint sem lehet-e nekünk frakciónk. Erre válaszolja azt Molnár Csaba, hogy Gulyás úr, őszintén szóval szégyen, hiszen önnek szerepe volt az új magyar alkotmány elkészítésében, és ha ilyen felkészültségű emberek csinálták az alkotmányt, mint maga, akkor nagy a baj, mert az önök által vezérelt többség a parlamentben, októberben, amikor nem engedték meg, hogy legyen frakciónk, olyan határozatot fogadott el, amely határozat kimondta, hogy fél év múlva nekünk jogunk van frakciót alapítani. Ez azt jelenti, hogy a fideszes többség, vagy az őt képviselő Gulyás képviselő, vagy akkor nem volt tisztában a házszabállyal, vagy akkor hazudott, vagy most hazudik, és most nincsen tisztában, kavarják, úgy gondolom, a fideszes urak és hölgyek ezt a történetet. Mi a csodától kell tőlem annyira félned? Úgy nézek én ki, akitől félni kell. Egy frissen alapított parlamenti küszöbnél lévő pártól, egy 3 éve nem miniszterelnök pártelnök megér ennyit. Ha ez nem személyes bosszúja a miniszterelnöknek, amit bizonyos okok miatt nem zárok ki, azt emberileg legfeljebb, hogy mondjam, fel tudom fogni, akkor bevallom, hogy nem értem ezt a történetet. Olyan önleleplező. Házőrséget, háznagyot, tehát ennek azért vannak még további részei és részletei ennek a törvénynek, azt érti? Ha Kövér úr személyiségéből indulok ki, és erről nem szívesen beszélnék itt, mert azt hiszem, hogy ez nem lenne elegáns, akkor azt hiszem, hogy értem, hogy egyszerűen fogalmazzak, Kövér úr nem bízik abban a köztársasági őrezredben, amelyet alapvetően nem ő ellenőriz, valamilyen módon nem ő felügyel. Ez jól mutatja egyébként a Fideszen belüli személyi bizalmi viszonyokat is. Itt mindenki magának akar egy kis külön védelmet és hadsereget, mert azt hiszem, hogy a mai hatalom miközben erőszakos, végtelen módon, mint politikai működési mód és gondolkodás hajlamos a paranoiára. Azt hiszem, hogy erre hajlamos a házelnök is, ezért kell neki külön védelem. Na de nem csak külön védelemről szól ez a történet, nem csak az lesz, hanem hát a házelnöknek azért elég komoly jogkörei lesznek.
ha ismétli kétszer-háromszor önmagát, vagy valaki mást, akkor majd kikapcsolják a mikrofonját. Ha meg nem megfelelően viselkedik, ami elég szubjektív, hogy mi a megfelelő és mi nem, akkor meg fegyveres őrökkel ki is vezettethetik. Őszintén óvnám ettől a házelnököt. Képzeljék el a nézők, hogy blokkokban ülnek a képviselők. Valaki egyik blokk közepén, kifejezetten azért, hogy megmutassa ennek a hatalomnak a természetét, elkezdi provokálni az elnököt. Az elnök nincs abban a helyzetben, hogy kivitesse. Nem tudnak hozzáférni a teremszolgák vagy a házőrség tagjai. Azt gondolja az elnök, hogy dulakodással, fizikai erőszakkal, padon való ugrálással... Gondolja, mások... hogy ezt nem oldják meg? Hát nézem, azt hiszem, hogyha erre vetemednek, akkor többet ártanak a magyar parlament egyébként nagyon-nagyon-nagyon megtépázott tekintélyének, mint amennyit esetleg meg tudnak azzal védeni, hogy rendet akarnak tartani, ami egyébként rendben van, lehet nagyobb rend a parlamentben, de ennek nem ez a módja, abban egészen biztos vagyok. Hát a politikai kultúra az először is úgy belülről fakad, majd meglátjuk, hogy a gyakorlatban milyen lesz. Köszönöm szépen. Én köszönöm.